Üdvözlök mindenkit, és üdvözlöm a rendőr urakat és hölgyeket is. Időnként lehet, hogy erre fogok fordulni, hogyha Orbán Viktor úr nem tisztel meg minket azzal, hogy kijöjjön ide, akkor talán ott a rögzítő autó és annak nyomán a felvétel talán eljut hozzá. Köszönöm szépen. Tehát, tisztelt miniszterelnök úr, alapvetően önhöz szeretnék szólni, de mielőtt ezt megteszem, engedje meg, hogy egy kis kitérőt tegyek. Nem tudok elmenni szó nélkül Csányi Sándornak néhány napja az ATV adásban látott interjúja mellett. Szegénynél pont rosszkor voltunk, akkor volt éppen, elmondása szerint, valamelyik gyereknek 40 fokos a láza. Közismert mindenki előtt, tudjátok ti is, hogy a médiában kiskutyával és gyerekkel minden hírt el lehet adni. Egyébként meg igazán sajnálom, hogy zavartunk. Pont annyira sajnálom, mint amennyire Csányi úr sajnálja azokat a gyerekeket, akiket a gyámügy azért vesz el a szüleitől, mert a családját önhibájukon kívül a bankok uzsora hitelei miatt az utcára tették, és teszik ezt a mai napig is. Azt is sajnálom még, hogy Csányi úrnak, ennek a derék áldott jó embernek esetleg álmatlan éjszakát szereztünk. Pont annyira sajnálom, mint ő azokat a családokat, vállalkozásokat, akiket tönkretett. Csak remélni tudom, hogy ezek az emberek egy-egy este szintén meglátogatják őt a 12. kerület Laura utca 26-ban. Még egyszer ismételjük el. 12. kerület Laura utca 26, Csányi úrnak a háza. Mint ahogy abban is bízom, hogy meglátogatják Felcsúti Pétert, a bűnszövetség ex-vezetőjét, a 2. kerület Szalamandra út 44-ben. Még egyszer, Felcsúti Péter, 2. kerület Szalamandra út 44. Egyébként ennél szebb kilátás a Budapestre már csak az isteneknek van. Kitűnő célpont lehet kiránduló devizahiteles családoknak. Érdemes még egy kicsit beszélni Patai Mihályról, aki az 1. kerület Országház utca 34 alatt lakik. Még egyszer. Patai úr, 1. kerület Országház utca 34. Köszönöm szépen a segítséget. És mint Unicredit bankvezért is ismerjük. Ez önmagában is hőben járó bűn, de amit a közelmúltban művelt, mint bűnszövetség jelenlegi első számú vezetője, a sokaknál kiverte a biztosítékot, még kormánykörökben is. Ő az az ember, aki Gyuris Dániellel karöltve levelet írt Varga Mihály pénzügyminiszternek. A levélben a bűnszövetség vezetői azon törik a fejüket, hogy miképpen lehetne a bankokat megmenteni az általuk kitalált uzsora hitelek következményeitől. Úgy is van. Felháborító, hogy a kisemizett családokat úgy mentenék meg, hogy a nemzeti eszközkezelő alapot újabb 20 ezer lakás megvásárlásához elegendő pénzzel emeltetnék meg, amit majd az állam, azaz mi, magyar adófizetők kifizetünk. Külön gusztustalan, hogy a bankok nem tartják be a magyar törvényeket, de javaslatuk szerint olyan új törvényt fogadtatnának el a parlamenttel, ami az adósok minimális védekezési lehetőségét, a szerződések semmiségnyilvánítását is eltörölné. Jól mondta Varga Mihály, a bűnszövetség javaslata tárgyalási alapnak jó. Mi tudjuk, arra szolgál kizárólag, hogy mit nem szabad a kormánynak meglépni. Meg még arra is, hogy ha valaki nagy szükségét érzi, a legkisebb... helységben felhasználhassa. Miniszterelnök úr, 2 hete néhány méterrel arrébb arra kértem önt, tartsa be az ígéreteit. Akkor egy Dakota mondás kapcsán tettem ezt, most a senkit sem hagyunk az út szélén elhíresült szlogenjét idézem. A bűnszövetség javaslatai még több embert jutatnának oda, a magyar gazdaság pedig tovább szenvedne a külföldi bankok gátlástalan harácsolásától. Inkább fogadja meg a mi javaslatainkat. Itt van mindjárt a következő. A 805/2004-es LK rendeletnek arról a rendelkezéséről van szó, amely szerint végrehajtási eljárás megindítására alkalmas közjegyzői okiratot csak akkor lehet elkészíteni, ha az adós a közjegyző által előzetesen adós számára megküldött banki kibontatásban olvasható adósi tartozást
nem vitatja. Katasztrofális a magyar adósokra nézve, hogy ennek a rendeletnek az értelmében külföldi adósok esetén a magyar közjegyzőknek most is eszerint kell eljárni, csak éppen a magyar polgárokat nem védi meg semmi a külföldi bankokkal vagy szolgáltatókkal szemben. Kérjük Önt, miniszterelnök úr, hogy tűzze a magyar parlament sürgősséggel napirendre ennek az LK rendeletnek a közjegyzői törvénybe való átemelését. Ha ezt a parlament elfogadja, a vitatott jogszerű követeléseikhez hozzájuthatnának, azok a magyar polgárok pedig, akik nem értenek egyet a követelt összegekkel, védelmet kaphatnak mindenféle jogtalanságra alapozott és a közjegyzők által kiállított végrehajtás jogirat következményeitől. Orbán úr, a feladat adott, még egyszer kérjük, védje meg a polgárait az idegen bankoktól. Köszönöm szépen!